Sziasztok, én Gregszök, és beszeretném mutatni a Japánban 1996-ban kiadott játéksorozatot, a Yu-Gi-Oh! Power of Chaos-t. A sorozatnak három része van, ezek Yukido Destiny, Kaibetsu Revenge és Joy the Passion, ahogy a képen is látható. Magyarul Yugi a sors, Kaibe a bosszú és Joy az élvezet. Időrendi sorrendben mondtam el őket. Jó nagy késéssel 2004-ben megjelent Amerikában is. Na de akkor kezdjük is el az első játékkal, Yugi the Destiny. Képen látható a borítója. Szerintem egész jól néz ki és csalogató, de akkor indítsuk el a játékot. A játékot a Konami készítette, és ők is adták ki, és végül láttuk ezt a két képenyőt, el is ugorhatunk a főmenübe. Itt 5 menüpontot tudunk találni. A Dual módot, a Deck Constructort, Card List, Option és Quit. Nézzük meg az Options-t, itt a hangot és a képet tudjuk állítani, hány bites legyen. Hát nem túl sok minden, menjünk is ki, és akkor menjünk is be a Card List-be. A Card List-be az eddig összegyűjtött lapjainkat nézhetjük meg. Ez is egész jó ötlet. Na és nézzük, mi a Deck Constructor. A Deck Constructor-be tudjuk beállítani a paklinkat. Itt jobb oldalt látható az összes lap, ami nekem megvan, és a deck az a mi paklink, van egy side deck, ami még egy pakli, és van a fusion deck. Erről picit később beszélnék. Egyébként egész jó a főmenüje, és menjünk a dual módra. Itt van 4 újabb menüpont, single dual, mesh dual, replay mód és tutorial. A tutorialt nem nagyon ajánlom, mivel magyar fordítással eléggé bagos, de ezt majd észreveszitek. Na de indítsunk el single dual-t, és ó, szia Yugi, és mond egy mondatot, hogy remélem készen állsz, mert itt a párba ideje. És van itt egy kis kőpapír olló, válasszunk egy kezet, és akkor mi válaszoljuk ki, hogy akarunk elsőnek vagy másodiknak indulni. Én személy szerint mindig másodiknak indulok. És akkor nézzünk meg, hogy mit található itt ezen a képernyőn. Lent látható a kezünkben lévő lapok. Felette, jobbra van egy paklink, a mi paklink, felette a temető, aztán bal oldalt van a fusion deck, így arról később fogok beszélni. A fusion deck fölött található egy csillag, vagyis legalább egy ahhoz hasonlító dolog. Nos, az a pálya varázslatnak a helye, és az NFL is lakott egy ilyen lapot, és ez a pálya varázslat azért is jó, mivel bizonyos fajtájú szörnyeknek erősíti. Szóval bizonyos fajtájú szörnyeket erősíti ez a pályalap, és látható volt egy bevágás Yugi arcáról. Ez egy egész jó kis ötlet volt a készítőktől. Balra látható a lapokról információk, felette található ellenfelünk életpontja, és alatta pedig az én életpontom. És most egy kis gameplay-t lehet látni. Hát most gondolkozom, mit hívunk. Lehet őt, le is hívom, és akkor meg is támadom a gyengébbik lapját. Azért is a gyengébbik lapot támadom, mert több életpontot veszít, és ez kelleni is fog nekünk. Egyébként nagyon itt a taktikázásról szól minden, mert hát hogy az a Yu-Gi-Oh! És ó, mi fog történni? Aha, idéz. Aha, igen. Vannak ilyenek, hogy idéz néha az ellenfél. Mi is tudunk idézni, ugyanúgy, mint ő, szóval egy áldozat kell, hogy megidézzük azt a bizonyos szörnyet. De vannak olyan szörnyek, amiknek több áldozat is kell, hogy meg tudjuk idézni. Szóval, igen. És akkor ez a játék. Egyébként nem mondtam, de a menü zenéje, amikor menüben voltunk, egész jó. És ennek a zenéje is egész jó, viszont mondjuk a menübe el tudtam volna képzelni az anime és Yu-Gi-Oh-nak a zenét is, de alapjában az se rossz. És akkor ezt kell játszani végül is elég sokáig, amíg az ellenfelünkkel nem húl. Na de nem is fogom húzni tovább az időt, hogy mi lesz a csata eredménye, megmondom nektek. Sajnos meg fog várni Yugi, éppen az utolsó támadást intézi, és kész, megölt, és kiírja, vesztettél.
Ilyenkor a játék megemlíti azt, hogy elmented-e a visszajelzéset, nem? És Yugi mond egy bátorító mondatot, hogy hát, hogy gyakoroljál végül is. Nara, nézzünk egy győztesset, tehát utolsó támadás, kész, meg is voltam, és kiírja, nyelszél, azaz jók vagyunk, és megkérdezi, hogy elmentjük-e, el is mentettem, és ó, nyertem egy kártyát, még pedig egy pályalap kártyát, és ezután megint megjelenik Yugi, és meg is dicsér minket, hogy milyen jók játszottunk. Nos, meg is fogom mutatni a match móduszt. Na de indítsunk el egy meshdolt, újra megjelenik Yugi. Ennek túl sok különbség nem volt a kettő játékmód között. Újra kőpapír rólózunk. Hát most döntetlen, na most, ő nyert. És elsőnek indulok francba. És megjelenik az a három pici pont, ami azt jelenti három menetes lesz ez az egész, és kétszer kell nyernünk. Ilyen egyszerű. És akkor most vágni fogok, meg fogom mutatni nektek, mi lesz az első csata végeredménye. Hát, meg fogom verni, tessék. Úgy van. És nyertem, ennyi. El is mentem, kész, el is mentettem, és itt egy táblázat, Yugi, én, hát egyszer nyertem, ügyesek is vagyunk. És akkor újra látható itt a paplista, viszont nem értem miért, mert nem tudok változtatni napot. Itt a Fusion Deck-es lapunk. És nekem kell kezdenem. És akkor nézzük is a másik menetet. Nem fogom húzni az időt, megmutatom nektek. Újra meg fogom várni. Úgyhogy meg is támadom, és... Mi van? Valamit tennem kéne? Öcsém... Hát, érdekes vagy. Na jó. De le is győztünk téged újra, és elmentem el a replay-t, hát persze. És hát igen, ezt már megnyertem, nem tudja visszahozni, és mit fogunk nyerni? Három napot nyertünk. Ó, micsoda lapok, és ebből kettő nincs meg. Ez az. Hát reméljük, ez az volt ez a match módusz. És megint megdicsér minket. Hát, fasza vagy. Meglepünk, beszélünk is a Fusion Deckről. Itt van ez a paramelizáló lap, és ha meglenni a Fusion Deckhez, szörnyhez a kettő lapom, akkor használom a paramelizálót, és meg tudnám idézni. Ez végül is a Fusion Deck, szóval kettő szörny vagy több keresztezésén alapuló megidézés. Na de, hogy ne is hazudjak nektek, az elmondám pár hibáját, meg is mutatnám. Az egyik komolyabb hibája, amit nem tudtam nektek bemutatni, az az, hogy nagyon gyakran lefagy. Ez akkor fordul elő, amikor a fevszet nem használom, úgy 5 körig, 5 játékideig, és egyszerűen lefagy az egész, és kezdhetem előről az egészet. A másik nagyon probléma, hogy szintén nem tudtam lefilmezni, az az, hogy például egy csapdalap megsemmisítő lap, egy szörny, mert ez a Trapmaster, aki felismeri, ha azt használom, mármint ugye megsemmisíteni egy csapdrapot, és nincs csapdrap, akkor sikeresen bevagoldattad a játékot, és nem tudsz belőle kilépni. Nem tudsz egyszerűen, úgyhogy muszáj újraindítani a játékot, és kezdesz egy újabb meccset. Na de akkor mutassuk be azokat a hibákat, amik hasonlók a Trapmasterhez, viszont ezeket meg is tudtam normálisan filmezni. Az első nagyobb probléma, hogy a játék mindig megkérdezi, mit akarok csinálni. Megrészt egy szörnyét szeretnéd használni a varázslapot, ami pedig ez. Ha két szörny van a tréfleden, egyet megsemmisíthetsz, viszont az a kettő szörny is meg fog semmisülni. Figyeljetek, vágatlanul nem akarom használni. Megsérd az ellenfél szörnyet, szeretnéd használni? Nem. Meghalt az ellenség, hogy ezt szeretnéd használni, és ez borzalmasan idegesítő. Egyébként jó, hogy még meg se kérdezi azt, hogy ez elmentél WC-re, szeretnéd használni a varázslapot? Jaj. A következő probléma a varázslapok, ezzel most a foglalkozzatok. Nos, akkor be is vezetni gyorsan az elfél körét. Ott van lent az a varázslap. A varázslap azt a cél szolgál erre, hogy szörny, mármint egy vadállatra való kártya, amivel erősít. Na már most, le is hívom azt a szörnyet, de figyeljtek, kiírja, hogy aktiválhatom. Nincs nekem olyan szörnyem, de mi van, hogyha én ezt aktiválni szeretném?
mert mondjuk vagyok olyan buta. Jó, oké, aktiváltam is, és akkor mondja, hogy aktiváljam. És válaszol ki. De hát nem tudom senkire se rakni, csak beast type-os szörne vagyis, amilyen vadállat. És az a vicc az egészbe. Mit kell csinálni? Rá kell rakni az ellenfélre, mert nem tudsz kilépni belőle. Milyen dolog ez? Hát most komolyan, lehetett olyan is, hogy például bedobja a temetőbe a lapot, nem? Rakd az ellenfél szörnyére. Hát ez teljesen logikus. Nos, igen. És még van egy dolog, amit nem is mutattam be, ez pedig az idézés. Na de általítom az ellenfél szörnyét az én oldalamról, hogy meg tudjam idézni a Summoner's Cult, úgyhogy át is hívom, és akkor kapjuncsunk rá. Kell egy áldozat, ott az áldozat, rákattintunk. Nyugi mondja az okosat, idézni fogok, és meg is idéztem. Ennyi az idézés. Na és akkor jöjjön az utolsó dolog, az értékelés. Az értékelés nem a metrőtig tart, és néhány szempontot fog figyelni. Játékélmény, grafika, irányítás és egész zene. Na akkor kezdjük is a játékélménnyel. A játékélmény egész jó, és szinte már meg is hannám rá az 5 pontot, viszont az a probléma, hogy a hibák. Úgy lefagy, meg hogy a varázslapok néha bárosak is tudnak lenni. Ugye ezeket már megmutattam. Épp ezért csak 4 pontot adok neki. Grafika. Grafikával sok bajom nincsen. Egész jól néznek ki a megrajzolt szereplő jugi. Úgyhogy erre megadom az 5 pontot. Irányítására egyértelműen megadom az 5-öst. Csak az egeret kell használnunk, és ez így piszok könnyű nekünk. És végül, de nem utolsó sorban a hang és zene. A hangok egész jók, a szinkron hangok, és az zenékkel sincsen túl sok olyan, viszont nem elmondtam, hogy lett volna mondjuk a anime és Yu-Gi-Oh-nak a zenéje is beleillett volna szerintem. Úgyhogy ez is 5-ös. Szóval 4-5-5-5, hát ez egy 5-ös, ez a játék. Meg is kapja az 5-öst. Ülj le a helyedre. És akkor ennyi is lenne ez a videó. Akkor a következő részben a Kaiba The Revenge-t fogom bemutatni. Na, sziasztok!